Tisztelt bajtársak! Ez a szó, hogy bajtárs, még sohasem volt olyan szó szerint értendő, mint mostanában nekünk, a határ mindkét oldalán élőknek. Önök és én többnyire úgy hivatkozunk egymásra, hogy a határ túloldalán élők, ám most végképp egy oldalra kerültünk. Azonos oldalán állunk, ugyanis azonos problémával nézünk szembe. Sokat mérlegeltem, hogy egyáltalán elvállaljam ezt a felszólalást ma, ugyanis a nyílt és egyenes beszédet a 313-asok és társaik konkurenciáik olykor három kézigránáttal is tudják jutalmazni. Ám úgy gondoltam, hogy nem magyar virtus megfutamodni, és fel kell vállalni azt, amit a határ mindkét oldalán élők nemzetiségtől függetlenül gondolunk. Nyíltan ki kell, hogy mondjuk, ez a térség a mi hazánk, nekik pedig semmi keresni valójuk itt. Egyébként kik is a 313-asok, akiket az imént említettem? Amikor a tőlem is jobban frontvonalban élőket kérdeztem beszélgetés közben, miután emlegették ezt a számot, azt a választ kaptam, hogy ez a talibán csoportjuknak a neve. Így értettem meg rögtön azt a történetet is, amit szintén az ott élők meséltek, miszerint egyik este lovaskocsi hangjaira lettek figyelmesek, ám nem lovaskocsi volt, hanem lépésben menetelő, masírozó migránsok. Ettől a történettől ott is kirázott a hideg, és ez most sincs másképp, ugyanis mi ettől az elmúlt bő két évtizedben szerencsére elszokhattunk. Itt állva királyhalmi lakosként a határ ásotthalmi oldalán gyorsan fel is szeretném hívni a figyelmet egy óriási igazságtalanságra. Ahhoz, hogy én otthonról a tőlem 9 kilométerre lévő ásotthalom központjáig eljussak, volt már rá példa, hogy autóval több mint 3 óra hosszát vártam. Kettős állampolgárként, amelyet Trianon következtében örököltem. Tehát otthonról hazamenet 3 órát is el kell tűrni olykor a határon. Mindeközben a migránsok idejönnek mindenféle fegyverrel, kéziszerszámokkal, vágóeszközökkel, létrákkal, és akár kapukat nyitva a kerítésen, mert már ilyet is láttunk, egyszerűen átsétálnak, és már ugrálnak is be a csempészek autóiba. Önök, ahogy jöttek ide, láthatták a felborult, kirabolt, vagy itt van egy példány is belőlük, akár ki is égett autókat, az ásotthalmiak és a térségben élők pedig ebben élnek, és ezt kell elviselniük napról napra. Talán nyugodtan mondhatjuk, hogy a civil lakosság egészen jól tűrte a migráció jelenlétét addig, míg meg nem jelentek a fegyverek. De azzal, hogy megjelentek a fegyverek, és elkezdték használni is őket, már átlépték a Rubikont. Azzal, hogy házak között lövöldöztek, forgalma szabadkai bevásárlóközpont parkolójában fényes nappal megölték az egyik társuk, valamint kézigránátokat dobtak helyi, ráadásul magyar, kisgyermekes család otthonára, még szerencsére nem voltak otthon, és nem sérült meg senki, azzal nem csak a schengeni, hanem az összes határt átlépték. Mi egy magyarországi parlamenti párt vagyunk, ennél fogva úgy gondolom, hogy a szerb kormánnyal közvetlenül semmilyen megbeszélni valunk nincs, ám a magyarral annál több. Ugyanakkor, mint szerbiai lakos szerb állampolgárként, amit állampolgárságom örököltem én is, és mindannyian elvárhatjuk azt, hogy szüntessék meg ezeket az állapotokat a határon, de minimum fegyverezzék le a migránsokat azokkal a rendvédelmi szervekkel, akik fizetését én is, és mindannyian ott élők fizetjük. Most történik valami, ami eddig még nem volt, de 8 év intenzív migráció után attól félünk, ez is csak valami tiszavirág életű dolog lesz. Ugyanakkor azt is meg kell érteni, hogy a szerb migrációs politika egyszerű logikát követ. Isten hozott, mikor visz? Hát nem Isten, hanem az ember csempész, hiszen olyan, mint egy szélmalomharc, ha valaki egyszer megközelítette a kerítést, az előbb-utóbb át is megy, de ahányszor elkapják, annyiszor újra próbálhatja, és előbb-utóbb sikerrel jár. Én egyébként szoktam nézni a kormány média termékeit, és hihetetlen számomra, hogy ennyi idő után, ennyi incidens után, még mindig van, aki egyrészt elhiszi, hogy nemzet és Európa nagy megmentője Orbán Viktor és kormánya, miközben a híradó másik pillanatában már háznak rohant embercsempész autókat mutatnak, mint egy-két éve Mórahalom belterületén, autópályán rendőrökre lövöldöző embercsempészek bemondják, hogy már Szlovákia is visszavezeti a határa ellenőrzést a migránsok miatt a Magyarországgal közös határszakaszán.
Majd ezt követően megjelenik a képernyőn Rétvári Bence, aki a kerítés éppen nem megrongált 20 méteres szakaszán sajtótájékoztatón kijelenti, hogy megvédik a magyar családokat. Ez a megvédés és a család szó egy mondatban szerepeltetés a látszólag működő kommunikáció, csak mi, akik itt élünk, nagyon örülnénk annak, ha ebből valami gyakorlati megvalósítás is látszana. Direkt úgy mondtam az imént, hogy ha megközelíthetik a határt, ugyanis ezért megy a háború a bandák között, hogy kisarcolhatja meg jobban gyakorlatilag a saját társait. Aki fizet, az megközelítheti a kerítést. Aki még többet fizet, azt fegyverrel át is kísérik, ahogy láthattuk, már ugyanis fegyverrel is fedezik az átkelést a Fidesz működő határvédelmi rendszerén keresztül. Egy kis személyes történetet is hagy mondjak. 50-60 évvel ezelőtt jugoszláv oldalon a határ közelében volt az úgynevezett zóna, egy olyan határsáv, amelyet csak úgynevezett zónaengedéllyel lehetett megközelíteni, hogy művelhessék például a földjeiket a helyiek. És mesélték a családi történet része, hogy bizony volt olyan, hogy a határőr katonák lőttek rájuk, ők pedig a szerszámaik eldobva hasaltak a földön. Eközben ma annyit tehet egy rendőr, hogy megkérje, ne most akarjon átjönni a migráns a kerítésen, amikor éppen kamerázza egy stáb. Hol volt 50-60 évvel ezelőtt az Amnesty International és társai, amikor a korabeli magyar családomra lőttek pár méterre ide? Az is érdekes kérdés, hogy honnan szerzik ők a fegyvert. Olvastam erről már sokfélét a szerb sajtó részéről, vélhetően a 90-es évek örökségei, de annyit azért hagyd mondjak el önöknek, hogy amíg a magyar sajtó sikeres lefegyverzésről beszél, a pár hónappal ezelőtti belgrádi iskolai lövöldözés kapcsán, addig olvastam egy kutatást, miszerint több 100 000 fegyver lehet a szerb lakosságnál, ebből beszolgáltattak 10-20 ezret. Ugyanis a szerbek a pravoszláv karácsonytól az új éven át a gyermekáldásig mindent szoktak ünnepelni levegőbe lövöldözéssel, és ha már levegőbe lövöldözés. Volt arra is példa, hogy Palics külterületén egy lövöldözés egyik golyója ásotthalmi medencébe csapódott. Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet. Véleményem szerint addig, amíg nem viszonozhatják a tüzet a kerítésvédői, addig nem lesz megoldás. Lehetne a sokat emlegetett csúcson lévő szerb-magyar kapcsolatokkal tárgyalni, esetleg nyomást gyakorolni a szerbekre, ahogy jobban védjék a határ környékét, illetve fenntartsák a jelenlegi helyzetet, de véleményem szerint a megoldás kulcsa a magyar kormány kezében van. Ha lehetetlenné válik az átlépés, a migránsok is eltűnnek a környékről. Szerintem ez ennyire egyszerű. Aztán rendet kell tenni a fejekben is. Azokéban is, akik elhiszik a Fidesznek, hogy a jelenlegi rendszer tényleg működik, és a kormány valóban megvédi a magyarokat. És azokban a balliberális, O1G kultúrájú értelmiség munkakettől és nemzettudattól buzgó, Willkommens kultúrban hívő kávézó töltelék fejeiben is, akik a mai napig megkérdezik tőlem akár, hogy én ezt komolyan elhiszem? Hogy ez létező probléma? Messzebbről nézve pedig rendet kell tennünk Brüsszelben és a nemzetközi fórumokon is, át kell vennünk az ideológiai hatalmat. Bár a kommunizmus megszűnt, elvileg, a balliberálisok viszont tovább viszik az eszmét, annak internacionalizmusával együtt, így kijelenthető, hogy a globális ellenséggel szemben nemzetközi, jobboldali összefogással vehető fel csak a harc, akár a szomszédos nemzetekkel is, ügyek mentén, de össze kell fogni. Majd ha megmentettük Európát, az európai embert, a kultúrát és civilizációt, ráérünk ellentétjeink elővenni és megvitatni, ha maradnak. Ideje tehát a takarításnak Brüsszelben és a nemzetközi fórumokon, erre jövő nyáron újabb lehetőségünk lesz. A Mi Hazánk mozgalom építi a nemzetközi kapcsolatait és készen áll jobban, mint valaha. Addig is a bevándorlóknak kellemes kivándorlást, sorstársaimnak pedig kitartást kívánok. Fel a győzelemre, köszönöm, hogy meghallgattak.